Sziasztok, Palatinus Tünde vagyok, a Palatinus Teamnek a megalapítója és a vezetője. Köszönöm, lányok, hogy elfogadtátok a meghívást a Palatinus Team képviseletében, és akkor hát menjünk életkor alapján. Sándorné Tokai Anitát szeretném bemutatni, mellette György Fanni képviseli a csapat egyik részét, és a balamon a csapatnak az egyik ifjú újonca Szilágyi Dorina ül, úgyhogy köszönöm, lányok, hogy eljöttetek, és a Palatinus Teamnek egy kis részével itt képviselitek a csapatunkat. A csapatról annyit kell tudni, hogy 2015 év elején alakult meg, mint Palatinus Team. Az előtte lévő években más színekben foglalkoztam versenyzőfelkészítéssel, és aztán 2014-ben lett elég bátorságom ahhoz, hogy saját csapatot alapítsak, ami a saját nevemet viseli, képviseli. Én arra törekszem a versenyfelkészítés során, hogy akár a személyedzésekben is, hogy igyekszem a versenyzőknek megtanítani azt, hogy mit miért csinálunk, mind a sport, illetve a edzések folyamán, illetve az étkezés, táplálkozás terén is, tehát nem azért csináljuk azt az adott edzéstervet, mert az edző azt mondta, hanem azért, mert tisztában vagyunk azokkal az életeni hátterével, amiket minket a csúcsformához, illetve a vélhető sikerhez vezetnek. Csapatomnak szerintem az egyik legfiatalabb tagja ül a balomon, Dorina. Hát az érettebb korosztályból is vannak versenyzők. Igazából én olyat, hogy csapat toborzó évek óta nem tartok. Ha megkeres valaki azzal, hogy versenyezni szeretne, akkor elsősorban én megnézem a genetikai adottságait, mert azt gondolom, hogy ez a sportág, ez nyilván a kitartásról, az akaraterőről, az edzésekről és megfelelő táplálkozásról szól, viszont értékelési szempontok között a genetika az egyik elsődleges, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem mindenki születik versenyzőnek. Vannak olyan dolgok, amin nem lehet változtatni, a súlyzós edzéssel, a diétával sem. Itt nyilván ugye a csontozati arányosságokat értem ezen, alsó-felső test aránya, válderék csípő aránya, izomzat eredés, tapadás, izomzat formája. Ez nem azt jelenti, hogy az én csapatomban csupa tökéletes genetikájú versenyző van, nyilván nem, viszont azt gondolom, hogy van egy olyan szint, vagy van egy olyan határ, amit még meg lehet mutatni a színpadon, és van egy olyan szint, ami után azt mondom, hogy élhet valaki fitten, egészségesen, lehet kockás hasa, lehet szálkás combja és kerek feneke, lehet olyan fit, mint egy versenyző, viszont a genetikai, strukturális adottságai azok nem igazán alkalmasak arra, hogy a színpadon ezt megmutassa, illetve a versenyzőim is tisztában vannak azokkal az előnyökkel és hátrányokkal, amivel rendelkeznek, és amit a bírók egy jól megszervezett és szakmailag jól korrigált versenyen is szem előtt tartanak. Úgyhogy például Jennifer Lopez sem valószínű, hogy a Palatinus Team tagja lesz, és én ezt eléggé fontosnak tartom egy versenyfelkészítő edző szempontjából, hogy egy ilyen szemléletmódja legyen. Alapvetően a csapatviziteket, egy évben több ilyen csapatvizitet is tartunk itt a Fitness 5 bázisán. Havonta, illetve ahogy közelednek a versenyszezon versenyei, egyre sűrűbben két hetente jönnek azok a versenyzők, akik az adott versenyszezonban versenyezni, illetve versenyezni szeretnének, illetve színpadra állni. Ilyenkor megnézzük a formát, megnézzük a meglévő edzéstervet, étrendet, hogy mit és hogyan kell módosítani, illetve van színpadi mozgásképzés, illetve ahogy említettem, arra törekszem, hogy mindenki tudja azt, hogy mit miért csinál. Van olyan versenyző, aki az összes edzését nem csinálja, van olyan versenyzőn, Palatinus Team-es tag, vannak önálló edzései, illetve közös edzéseink, és van olyan is, aki már teljesen önállóan edz, különböző státuszokban vannak a versenyzők. Úgynevezett ilyen időszakos
edzéstervezéssel, kontrollal irányítom a felkészítést. Tehát nem csoportos edzéseket tartok, sem a versenyzőknek, sem a amatőr hobbi szinten űzött személyedzések során, hanem egy per egyes edzéseket. Én azt gondolom, hogy ilyenkor lehet a legjobban odafigyelni és maximálisan személyre szabni mind a terhelést, mind az adott feladatot, akár versenyzőről, akár amatőr sportolóról van szó. És még egyszer, lányok, szeretném megköszönni, hogy itt vagytok, és szeretnélek titeket bemutatni így a Mánia Fitness nézőinek. Nekem jobbra Anita, aki már önállóan készül a versenyekre, úgyhogy egy pár mondatot mondanál magadról, Anitám, és akár a csapatról is, de inkább magadról. Hát sziasztok! Én 2017 óta versenyzem igazából ugye a Palatinos témmel. Az anyukás kategória tetszett meg, és én abban gondoltam, hogy ki szeretném próbálni magam, hisz azért a fiatalok között én már annyira nem érzem jól magam, és hál' Istennek ugye erre a Tündi lehetőséget biztosított ezáltal, hogy létrehozta az anyukás versenyeket, vagy az anyukás kategóriát ugye a versenyeken, ahol mindenféle anyuka részt vehet, az amatőrök, a versenyzők és bárki. Ezen kívül én egyénileg készülök, mert saját magam is versenyfelkészítő vagyok, van nekem is versenyzőm, attól függetlenül, aki tiszteletbeli Palatinusos tímás, tehát ez egy nagyon jó csapat, tényleg bárki jól érzi magát, teljes mértékig összetartunk, tehát támogatjuk egymást, segítünk egymásnak bármi legyen, akár tényleg a pandémia alatt is, tehát egymást segítve, csetelve átvészeltük az egészet, bárkinek bármi problémája volt, ugye számíthatunk tényleg a legvégsőkig a csapattársainkra. Szerintem az egyik legeslegjobb csapat, itt nincsenek széthúzások, én csak is jót tudok mondani a csapatról, és én köszönöm, hogy a csapattagja lehetek, és próbálok mindent megtenni, hogy büszke is legyél rám. Köszönöm, Anitám. Fanni, te rólad annyit kell tudni, vagy annyit lehet tudni, hogy már volt egy közös versenyszezonunk most tavasszal. Hogy értékeled ezt? Hogy látod? Hogy tetszett így a próba szezon, és mik a terveid? Hát nagyon tetszetesnek, nagyon izgultam, de nagyon vártam, hogy már ott legyünk a verseny színpadon, és hogy megmutathassam, hogy mit tudtam magamból kihozni, és nagyon jól éreztem a felkészülés alatt magam. Mindig ott voltál mellettem, amikor úgy kicsit úgy gyengének is éreztem magam, meg úgy lelkileg is, aztán így nagyon sokat köszönhetek neked, hogy eljuthattam a versenyemre, és a csapattársaimnak is nagyon sokat köszönhettem, mert ugye ők is segítettek nagyon sokat, hétvégén edzettünk együtt, hogyha úgy alakult, hogy lelkileg is nagyon sokat támogattak, hogyha úgy éreztem magam, hogy nem fog menni. És nagyon jól éreztem magam, nagyon jó, úgymond számomra nagyon jó helyezést értem el, és hát igazából kihoztad belőlem a maximumot, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a tagja lehettem ennek a csapatnak. És hogyan tovább? Hát szeretnék majd folytatást a verseny felkészülésben, ősszel most így ezt így kihagyom, és jövőre. És jövőre szeretném folytatni. Igen, érettebb izomzattal, meg és még jobb eredményekkel. És még jobb eredményekkel folytatni. És akkor itt van még Dorinám, aki teljesen újonc a csapatban, sőt, mi több a versenyzés terén is. Rólad mit kell tudni, és hogy keveredtél ide ebbe a videóba, meg úgy egyébként is? Hát én ugye körülbelül egy éve kezdtem el ezt az edzés dolgot ilyen komolyabban. Egész életemben kipróbáltam többféle sportot is, de az edzőtermi edzés az így került legközelebb a szívemhez. Ugye egy éve edzünk körülbelül együtt Tündével, és egészen más szintű, egészen más szintűek az edzések, mint hogyha egyedül lennék, mindig támogat, mindenben segít, egész végig rám koncentrál, és tényleg, hogyha bármi olyan van, amit nem értek esetleg, vagy kérdéseim vannak, bármilyen számíthatok rájuk, és a csapattagokra is,
Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a mostani verseny, de remélem, hogy sikerülni fog. És a továbbiakban pedig ebben az irányban szeretnék majd pályát választani magamnak, szóval körülbelül ennyi. Igen, azt azért tudni kell a csapatról, amit az Anita is elmondott, hogy nem, mivel nincsenek versenyző válogatások, én nem is törekszem arra, hogy nagy legyen a csapat létszám. Túlnyomó többségében inkább lányok vannak. Szerintem a lányokkal sokkal egyszerűbb együtt dolgozni, mint a fiúkkal. De lehet, hogy csak azért, mert jobban megértem őket. Szóval, hogy a csapatban tényleg kialakult egy olyan közösség, hogy tényleg segítjük egymást, és tényleg az elmúlt időszakban is, mind a versenyeken, mind az elmúlt egy-két évben én kifejezetten törekszem arra, hogy inkább egyenesen és őszintén beszéljük meg a felmerülő problémákat, hiszen minden csoportnál vannak, és én azt gondolom, hogy nem is annyira, nyilván a versenyzés tartja össze a csapatot, de igazából inkább az, hogy tényleg szeretünk az egymás társaságában lenni, akár komoly téttel rendelkező versenyen, vagy pedig szabadidős tevékenységek, úgyhogy, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy tényleg a csapattagok ennyire megkedvelték, és megszerették egymást, és jól tudunk együtt dolgozni. Azt tudni kell azért a Palatinus Teamről, hogy verseny, illetve szövetség független csapatnak tartom magam. Én a sportágért vagyok, és nem egy adott szövetségért. Bár van olyan szövetség, a HBPF, ahol vezetői pozícióban vagyok, illetve több versenyeken is bíráskodtam, több szövetség versenyein is. De én azt gondolom, hogy a sportág, illetve a versenyzési lehetőség az, ami a legfontosabb, és nem pedig az, hogy egy adott szövetségnek a versenyeit támogatjuk. Úgyhogy gyakorlatilag a versenyzőknek én nem írok ki kötelező versenyt, mindenki saját maga válaszza ki azt, hogy milyen versenyen szeretne indulni. Nyilván ezt közösen egyeztetjük és megbeszéljük, és ennek alapján folytatjuk a felkészüléseket. Nagyon sajnálom egyébként, hogy a csapat többi része, illetve a többi tagja nem tud jelen lenni. Szerintem most a csapat létszáma az egy olyan 15 fő körülbelül, és gyakorlatilag azt mondani, hogy szerte az országban van Palatinus Team tagunk, mivel időszakos edzés tervezéssel, illetve időszakos kontrollal készülünk, ezért lehetőség van arra, hogy nem a közvetlen közelembe történnek az edzések. Nyilván ezt szakmailag én kontrollálom és felügyelem, és csak akkor engedem el valakinek a kezét a felsenyfelkészülés során, amikor meg vagyok arról győződve, hogy valóban azok a szakmai alapokkal rendelkezik, mind az edzés, táplálkozás, táplálék kiegészítő és a saját testének a kontrollálása kapcsán, ami szükséges, de jó pár versenyző van, aki tényleg már önállóan készül. Az egyik ilyen legrégebbi versenyzőm, például Angliában él, kinő vele, már több mint 20 éve dolgozom együtt, igazából teljesen önállóan készül, de mind a mai napig a csapatnak a tagja. És tényleg még egy mondat erejéig visszatérve, hogy a tavalyi év az egy kicsit másabb volt, másabb színezetű volt, ugye így a világhelyzet kapcsán. A tavaly tavasszal egy versenyre került sor, az őszi versenyek azok megrendezésre kerültek. Én azt gondolom, hogy nagyon jól átvészeltük, és talán ebbe egy kicsit az is benne volt, hogy mi tudtunk egymásra számítani. Norina, akkor te még nem voltál a csapatban benne, és azt hiszem, hogy mondtad is, hogy ott volt egy kis időszak, amíg az edzőterem bezárt, hogy ott akkor mi volt, mi történt, hogy érezted magad? Hát nagyon rossz volt, ugye, hogy nem tudtam egyáltalán lejutni egy terembe se. Nem tudtam edzeni, és emiatt igazából nem csak, hogy nem tudtam az egészségemért annyit tenni, de tényleg lelkileg is nagyon megviselt, úgymond. De utána pedig, amikor visszajöttem, akkor kétszer olyan nagy boldogság volt, hogy megint edzettem. És utána döntötted el a versenyzést. Igen, utána döntöttünk a versenyzés mellett. Szó
Szóval, hogy én azt gondolom, hogy maga a versenyzés az ad egy bizonyos fokú önfegyelmet, egy bizonyos fokú mindennapi rutint, illetve egy olyan megszokást, amit hogyha így kirántanak az ember talpa alól, akkor egy picit bizonytalanul érzi magát, de azt gondolom, hogy ez nem csak a versenysportra, hanem az amatőr szintű sportra, illetve a hobbi sportolóknak is igaz, hogy a mindennapi rendszeres edzés az ad egy olyan keretet, amitől nem csak az egészsége, hanem mentálisan is fejlődik, illetve erősebbé teszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, mind a táplálkozás, mind a rendszeres sport most ebben az időszakban. Nem feltétlenül a versenyeredmények szempontjából, hanem azért, hogy tegyünk az egészségünkért, és minél hamarabb és minél könnyebben ki tudjunk lábalni olyan szituációból, ami most azért azt lehet mondani, hogy világszinten eléggé elterjedt. De ettől függetlenül csak azért is bizakodva nézünk a jövőbe, és azt gondolom, és remélem, hogy aki most így a csapattagja, az jól érzi magát benne, függetlenül attól, hogy össze színpadra áll-e vagy sem. Én minden esetre szorítok nektek, magunknak, hogy mindenkinek az álma sikerüljön, és az biztos, hogy én ott leszek mellettetek addig, amíg szeretnétek. A Palatinus Teamnek a bázisa, illetve a csapatvizitekre az itt a Fitness 5 Urge edzőterembe kerül sor. 2016 óta dolgozom a Fitness 5 edzőtermében személyedzőként, azért mondom, hogy edzőtermében, mert ez a terem ez most nyílt meg májusban, előtte a Kőbányai Fitness 5 edzőteremben voltam, és nagyon érdekes egyébként, szerintem, hogy azt hiszem 3 vagy 4 Fitness 5 személyedző valahogy a csapatba keveredett, vagy már a Palatinus Teames tagsága után lett így a hálózatnak a személyedzője. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ez az edzőterem egy kicsit bázisa így a Palatinus Teamnek, és ezúton is köszönöm a Fitness 5-nak ezt a lehetőséget. Viszont majd most lesz egy olyan lehetőségünk, hogy a Mánia Fitness jóvoltából az SXL Fogarasi út edzőterembe tudunk átmenni, és vadi új panatta, láb, comb, popsi gépeket próbálunk ki, úgyhogy izgalmasan várjuk, hogy milyen új gépeket tudunk letesztelni.
Lányok, újra itt vagyunk a Fitness Five-ban, most érkeztünk vissza. Hogy tetszettek a panattagépek az SXL fitness edzőtermében? Dorina, kezdjük veled, itt is vannak nálunk is panattagépek. Igazából az volt a legérdekesebb, hogy tényleg olyan különleges gépek voltak, amiket én még például nem is láttam. Szóval nagyon köszönjük, hogy ezeket kipróbálhattuk, és kényelmesek voltak, állíthatóak. Jó, de neked izomlázad is volt most így a lábedzés után. Anita, neked otthon van egy-két ilyen házi kis gépe, de ehhez képest a panattagépeket te hogy érzékeltet, hogy értékeled? Szeretem a panattagépeket, ismerek is belőle jó párat, mert a mi közelünkben is van egy másik SXL terem, és én oda szoktam járni, az az egyik kedvenc termem attól függetlenül, tehát ha nem az otthoni saját termembe készülök, akkor szeretek oda átjárni, és kimondottam pont ezek a gépek miatt. Számomra nagyon komfortosak, tényleg kényelmesek, jól kialakított struktúrával rendelkeznek, nagyon jó mozgásteret biztosítanak, tehát tényleg könnyű használni őket, párnázottak, és ami nekem fontos, mivel hogy csaj vagyok, így dizájnos is, és tényleg szeretem őket, tehát az egészet a lelkemnek is jót tesz. Az pedig fontos. Fanni, te? Hogy... Nekem is nagyon tetszettek, kifejezetten azért is, mert hogy több olyan gépek megtalálhatóak, amik mondjuk a többi teremben nem találkoztam még velük. Tényleg nagyon kényelmesek, biztonságot is adnak. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattatok minket, így a Palatinus Team, illetve a fitness versenyzés kapcsán. Úgyhogy, ha egyéb kérdésetek van, akkor a Mánia Fitness oldalán keressetek, vagy vágjátok ki ezt a részt, ahogy gondoljátok.